A mai gép abból a szempontból különleges lesz, hogy eddig ez a legdrágább gép, amit építettem. Az még külön plusz pont, hogy sok eleme fehér lesz, így remélem dizájnban és erőben is egy egységesen jó gépet fogunk összehozni. De kezdjünk is hozzá! Ha gamer PC vagy videókártyát keresel, akkor Kingstack Shop. Ha monitort vagy tévét, akkor 4kshop.hu, kuponkód és linkek odalent. A fő célkitűzés, ami 8K felbontás lesz, játszható FPS számokkal is, elnézve a mai hardware felhozatalt, szerintem ezt össze is tudom hozni. A 60 FPS nem hiszem, de egy stabil 30 plusz FPS meg lesz mindenhol. Tudom, a 8K felbontás még nincs annyira elterjedve, és inkább mindenki a 4K felbontásra szokott koncentrálni, köztük én is, de a mai konfigról már volt 4K teszt a csatornán, ha valakit ez érdekel, nézzem meg azt a videót, linkelem is odalent. Nem akartam egyáltalán önismétlő lenni, ezért mentem feljebb felbontásban 8K-ra. Az egész konfigot át fogja járni a Thermaltake-nek a fehér hardvere, és ezúton is köszönöm nekik, hogy rendelkezésemre bocsájtották ezeket. Na de nézzük is a mai konfigot. Az alaplap egy a már bemutatott darab lesz, az MSI-nek a Tomahawk Z790-ese. Sajnos ez nem fehér, de ez volt kéznél, amiben kellően erős procit tudok rakni, és minden adott egy erős hardware csomag fogadására. Dual channel RAM-szatok, 4 darab M.2-es fogadóhely, ezek mind saját hűtőlappal, természetesen rengeteg vastag VRM hűtő, és végig agresszív gameres megjelenés jellemzi ezt az alaplapot. A processzor, ami az alaplapba bele fog kerülni, egy Intel i7-12700K, ez kellően erős lesz minden videókártyához jelenleg, és mivel ez egy unlockolt, az overclockra teljes mértékben nyitott processzor, biztos, hogy nem lesz semmiféle teljesítménybeli problémánk. Összesen 12 magos, ebből 4 takarékos magunk van és 8 teljesítményorientált magunk. Minden számítást összesen 20 szálon végez, és a teljesítménymagok ezt turbóba 5 GHz-en tudják végezni. Ez kellően erős lesz, habár újabb generációja van már az Intelnek, és nálam van is ebből egy darab, de ezt nem akartam újra felhasználni, egy korábbi videóban ezt már használtam, nem akartam megint önismétlő lenni a processzorok terén sem. Leüteni egy MSI Mag Core Liquid C280-as vízhűtő fogja. Ezen 2 darab 140 mm-es ventilátor helyezkedik el, így csendesen és hatékonyan tudja lehűteni a processzor. Viszont a hátránya az, hogy nem túl széles a skála a kompatibilis házak terén, ez amit ma fogunk használni természetesen kompatibilis vele. A memórián 208 GB lesz, ebből is a Thermaltake-nek a tagramja fog belekerülni, ami természetesen fehér színű. Az ultramagas hűtőrész tetején RGB fény van, így ezt hozzá tudom igazítani az egész konfig fényéhez. Amellett, hogy a Thermaltake saját TT-RGB plusz szoftverével kompatibilis, minden nagyobb alaplap gyártó megoldásával is működik. Ezek között természetesen ott van az MSI is, mint gyártó, így az MSI-nek a saját alaplap szoftverében is tudom állítani a Mystic Light-ban a fényét, ha ez esetleg kényelmesebb, mint a TT-RGB plus használni. De erről bővebben fogok beszélni majd a későbbiekben. DDR4-es és 3600 MHz-es órajellel rendelkezik. Mindezek mellett támogatja az Intel XMP 2.0-át, ami egy átfogó teljesítményprofilozó technológia. Ez case tuning profilokat tesz lehetővé a BIOS-ban, amivel ki tudjuk maxolni teljesen a teljesítményét. Ez a 16 GB remélem mindenhez elég lesz, még 8K felbontásban is, habár ez inkább a VRAM mennyiségen fog múlni. A háttértárunk egy Adata Legend 7-11 TB-os M.2-es SSD lesz. Ez egész fürge olvasási és írási sebességgel rendelkezik, ez nem fehér, de amúgy is takarni fogja az alaplapnak a hűtőlapkája, hogyha ezt innen leveszem, de ha ezt meghagyom és az alaplapét nem használom, akkor is ez a kék szín egész jól fog illeszkedni a fehérhez. A videókártya egy MSI Supreme X RTX 4080-as lesz, ami kellően erős lesz az összes mai játékhoz. Az ultra beállítás végigadott lesz, és a remélt 8K felbontás is remélhetőleg meg fogja ugrani. Ez a Supreme X verzió még mindig gyönyörű külsőre, és ez a világos bronzos szín jobban fog illeni egy fehér konfigba, mint egy feketébe szerintem. A boostolt órajel 2640 MHz és 16 GB GDDR6X memóriával rendelkezik. Persze az új DLSS 3-at támogatja, de én ezt nem fogom ma használni, a már említett másik teszt videóban ezt is megnéztem részletesebben. Hatalmas hűtőbordával rendelkezik még mindig, és hatalmas tápigénnyel egyaránt, remélem a mai tápunk ezt ki tudja majd szolgálni. Ami nem más lesz, mint szintén egy Thermaltake Tug Power GF1 Snow típusú 850 wattos tápegység. Ez egy full modulális hófehér darab, maguk a kábelek is fehérek, így tökéletes lesz minden fehér PC-be. 80 plusz gold hatásfokkal és 850 wattos maximális teljesítménnyel rendelkezik, emellett a kábeltáskában megtalálunk minden szükséges kábelt, amit az RTX 4080 a maga 3 darab 8 pines tápkábel igényével elég rendesen igényelni is fog. A mai cél a csendesség is a gépünknél, amihez ez a tápegység hozzá tud segíteni. A Smart Zero Fan technológia van benne, tehát ha nincs szükség annyira a ventilátorra,
ezt le is tudja kapcsolni. És ez a ventilátor amúgy is rezgés csökkentett. Így ha épp nem durva teljesítményigényes feladatra használjuk a PC-t, egész csendes tud maradni. Ez az összes hardware kivételes házba fog kerülni, ez egy Thermaltake Divider 500 TGR. Ebből is persze a fehér verzió. Ez a ház hatalmas, a szerelhetősége természetesen kivételes, és minden fontosabb dolgot támogat. Így az állított GPU elhelyezést, bele fog férni ez a hatalmas 4080 is, vízszűtést is támogat, a 240 mm-eset is, rengeteg SSD és HDD fogadóhelyünk van, porfilterek néznek elől, felül és alul ránk, és végig ezzel a T betűs lyukasztással operál. Ez nem csak, hogy átengedi a levegőt, de még jól is néz ki, és felül is ezt kaptuk. Egyébként a felső és az első panelt nagyon könnyedén le tudjuk patintani, így hozzáférhetünk az összes ventilátorhoz, és kedvünkre szerelhetjük kényelmesen. A legfontosabb dizájnbeli újítása ez a kettévágott oldallap, elől és hátul is, ezeket cserélhetjük tetszés szerint. Lehet félig fém, félig üveg, vagy teljesen fém, vagy teljesen üveg, mi döntjük el, mi tetszik jobban. De tessék, itt van az összes verzió, nézzétek, nektek melyik tetszik a legjobban. Én személy szerint maradtam a full üvegnél, hogy teljes egészében láthassam a konfigot. Odafent kaptak helyet a kezelőszervek, USB 3 és Type-C csatlakozási lehetőségünk is van. Ventilátorból kettő jár hozzá, két alapventilátort kapunk, egyet elől és hátul, amik nem kétlem, hogy jól viszik a levegőt, de én ezt nem hagyhattam annyiban, ezért a Thermaltake leküldte nekem a Swafan dobozukat is, amiben három darab ventilátort találunk. Ezek úgy szintén különlegesek a házhoz hasonlóan. Három darab ventilátor mellett találunk még benne három külön cserelapátot is, amivel végül is a légáramlást tudjuk megfordítani, anélkül, hogy az egész ventilátort kellene forgatnunk. Ezek könnyedén egy határozott mozdulattal kivehetők, és be is lehet pattintani a helyére a másik lapátokat. Ez a RAM-hoz hasonlóan szintén támogatja a TTRGB Plus-t, amivel külön még szakaszokra bontva is tudjuk állítani a fényét ennek a ventilátornak. Mindent megtalálunk ebben a szoftverben, amit lehet, minden effektet és minden szint. A hozzákapott kis központi egységre csak rá kell dugnunk mindegyik ventilátort, és kész is van a setup. Innentől a szoftver kezeli mind a három ventit, automatikusan a sebességét is tudja állítani, így ez is hozzáadhat ehhez az amúgy is csendes gamer PC projekthez. Na de ez volt idáig az elmélet, most jöhet az összeszerelési rész, csináljunk ebből az egészből egy komplett gamer PC-t. Mint láthatjátok, a végeredmény magáért beszél, gyönyörű lett az egész gép. Az még rádobna, ha fehér lenne az alaplap is, de majd legközelebb remélem összejön az is. Az nem kétséges, hogy külsőre nagyon átjön az ereje, de szerintem most rá is térhetünk a játéktesztekre, nézzük meg, hogy konkrétan milyen erővel rendelkezik. Kezdtem a sort az egyik kedvenc benchmarkos játékommal, a God of War-ra. Ez 8K felbontáson ment ultra beállításokon, így tudta hozni ezt a 30-40 FPS-t, eléggé változó, de ha lelokkoljuk 30 FPS-re, egy egész sima élményben lesz részünk, természetesen kontrollerrel. A natív
Még 8K felbontás eléggé durván részletes képet ad elénk, gyönyörűen néz ki a játék ezen a felbontáson, meg főleg. A VRAM kihasználtság eléggé magas lett, 13 GB-ot kér a játék az összesen 16-ból, azért még nem értük el a határainkat, de fura látni, hogy 13 GB-ot elkér egy játék, ez elég magasnak mondható. A videokártya hőmérsékletével semmi probléma nincs, de ezzel soha nem is volt. 63 Celsius fokon üzemel a kártya, ami nagyon jónak mondható, kivételesen jónak. Mondjuk ez a hatalmas hűtőboldala rásegít az egészre, de ez a 8K felbontás az ultra beállítással eléggé megterheli a videokártyát, és ahhoz képest nagyon durván jó hőfokunk van, és még csendes is emellett a kártya. A RAM fogyasztás kevesebb, mint a VRAM fogyasztás, ami elő is szokott fordulni ennél az ultra magas felbontásnál. 10,5 GB-ot kér a játék, úgyhogy 16 GB, ami összesen rendelkezésre áll, bőven elegendő lesz nekünk. A processzorunk megint csak bebizonyítja azt, hogy minél jobban növeljük a felbontást, annál kevésbé processzorigényes egy adott játék. 15-20%-ban van kihasználva, néha még annyiban se, úgyhogy ez elég jónak mondható, és a processzor maximális 35 fokos hőmérsékleten tudja ezt hozni, ami megint csak kivételesen jó. A videokártyánk fogyasztás terén azért a 300 watt fölé is képes felmenni, új generációs RTX 4000 szériától egyáltalán nem újdonság. A processzor ezzel ellentétben maximum 40 wattot fogyaszt, ami kivételesen jónak mondható, mondjuk ilyen kihasználtság és hőmérséklet terén nem is nagyon csodálkozunk ezen. A játék gyönyörű, nagyon jól fut, én élveztem a vele való játékot, és tudom, nem 60 FPS, és sok ember nem tud alá menni, nekem ezzel nem volt problémám. Ezután jött egy olyan játék, ami átlépte a 60 FPS-t a 8K felbontáson, és ha jól emlékszem, a legmagasabb Extreme Nightmare, vagy valami ilyen beállítással operáltam, a legmagasabb végül is a Doom Eternal, de mert ez a következő játékunk. 70-80 FPS-re képes, ami nagyon jónak mondható, emellett a hatalmas felbontás és beállítás mellett, a VRAM fogyasztás hasonló nagyon a God of Warhoz, annyi, hogy 12,7 GB-ot kér, nem 13-at, de ez is elég magasnak mondható a maximális 16-hoz. A videokártya nem változott hőfokban, a kihasználtsága 100% és a fogyasztása is kb. Ugyanannyi, mint a God of War-nál, nincs nagy különbség. A RAM fogyasztás viszont itt már csak 8 GB, ami elég fura, hogy majdnem 5 GB-tal több VRAM-ot fogyaszt, mint sima RAM-ot. A processzor kihasználtság még kevesebb lett, mint a God of War-nál, 13-14%-ban van csak kihasználva, ami nagyon kicsinek mondható. A játék nagyon jól fut, ha mondjuk G-Sync-et használtok, vagy lelokkoljátok 60 FPS-re, nagyon sima élményünk van ezen a tűéles 8K natív felbontáson. A következő játékunk a Spider-Man Miles Morales lesz, ami very high beállításokon van, 8K felbontáson. Itt a ray tracinget és a DLSS-t nem használtam, egyik sem működött a teszt során, simán, natívan néztem meg a játékot, mit tud. Az FPS számunk folyamatosan 40 fölött van, úgyhogy simán használhatjuk ezt G-Sync mellett, úgy egy nagyon sima élményben lesz részünk, de nyugodtan lelokkolhatjátok 30 FPS-re, úgyis teljes mértékben használható lesz ez a játék. A VRAM fogyasztás eléggé megnőtt már, 14,6 GB-ot kér a játék, és szerintem ez a legmagasabb VRAM fogyasztás a teszt során a játékok között. Hőfokbeli és kihasználtságbeli különbségek nem nagyon vannak, fogyasztásban is nagyjából ugyanaz, mint a többi játéknál, erre nem térnék ki, a RAM fogyasztás 10,3 GB egyáltalán nem vészes. Nagyon jó érzés lengedezni a városban ezen a felbontáson és beállításon. Ezek után megnéztem a Red Dead Redemption 2-t. A grafikai csúszka teljes mértékben ki lett jobbra húzva, a legmagasabb beállításokon vagyunk, 8K felbontáson ugyanúgy. Itt tudja hozni ezt a 30-35 FPS-t, ami megint csak kontrollerrel élvezhető, mondjuk ez a Red Dead Redemption kivétel lehet, mert eléggé lassú a játékmenet, úgyhogy talán egér billentyűzete is tudjuk élvezni. Én mondjuk élveztem, de sok 60 FPS fan van, aki biztos, hogy nem fogja. Mindegy, a játék 30 FPS fölött van végig, és végül is ez volt a célkitűzésem ezzel az egész konfiggal. A processzor kihasználtság ultra alacsony, néha lemegy 9%-ra is. A hőmérséklet 30-35 fok körül van, egyáltalán nem vészes, a videokártyánk továbbra is beállt erre a 62 Celsius fokra. A RAM fogyasztás 11,3 GB, a VRAM fogyasztás 14,7 GB, ez olyasmi, mint a Spider-Man-nél. Már ki se kell emelnem, hogy mennyire jól néz ki a játék, ez az összes játékra igaz, amit teszteltem eddig. Nézzük meg az utolsó játékot. Ami már egy optimalizáltságban kicsit kérdőjeles játék lesz, a Warzone 2.0. Extrém grafikai beállításokon vagyunk, 8K felbontáson. Így tudja hozni ezt a 30-40 FPS-t a többi játékhoz hasonlóan, ami sajnos ennél a gyors reakcióidős taktikai FPS-nél már nem igazán játszható. Ezt úgyis általában mindenki egér billentyűzettel használja, úgyhogy itt a játékélménye még a kontroller se segíthet. A videokártya 100%-ban pörög, a processzorunk csak 7-8-9%-ban, úgyhogy nagyon alacsony a proci kihasználtság továbbra is. A VRAM fogyasztás már 15 GB, úgyhogy átléptük a Spider-Man Miles Morales rekordját, ez a legtöbb VRAM-ot fogyasztó játék a mai tesztben. A RAM fogyasztás 12,5 GB, ez egyáltalán nem mondható vészesnek, az összesen 16-ból azért marad még bőven. Talán ez az egyetlen játék a teszt során, amire ki tudom mondani, hogy ez játszhatatlan így, de nem is vártam mást a Warzone 2.0-tól. Mikor beérkezünk a pályára, még egy csomó ideig van, hogy a textúrák se töltenek,
be, úgyhogy eléggé memóriaigényes ez az egész folyamat, főleg ezen a felbontáson és beállításon, de hát ez van, megnéztem legalább, hogy hogy fut rajta, nem igazán jól. Ez a konfig azoknak lesz tökéletes, akik vettek mondjuk egy 8K TV-t és a kanapéból akarják élvezni a 8K natív felbontást, mindenféle kompromisszum nélkül kontrollerrel a kezükben. A G-Sync képesség fontos előny lehet a TV-nél, ennek tudatában rakjátok össze ezt a setupot. A build-el elégedett vagyok, találkozott végül is az erő és a design is, amit én általában fontosnak is tartok. Minden hardware végül is remekül vizsgázott, az egész konfig csendben teszi a dolgát, és emellett a gamer asztalunk éke lehet. Én ezt semmiképpen sem tenném az asztal alá. A kérdés adott, mi a véleményetek erről a mai gépről? Tudom, az árazása nem mindenkinek elérhető, de ti áldoznátok rá ennyit, ha tehetnétek? Mi az a lélektani határ, ahol már megállnátok a költségvetés terén? A válaszokat várom kommentben odalent. Ugyanígy odalent linkeket találtok a leírásban az összes hardverhez, hogyha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot. A következőben találkozunk, addig is. Sziasztok!